esti témánk az Asperger-szindróma a germánygyógytudomány értelmezésével. Hogy mit kell tudni az Asperger-szindrómáról, mi ez, milyen úgynevezett diagnosztikai egységben található, illetve ez a szindróma, azaz tünetegyüttes, valójában egy betegség vagy egy kialakult biológiai állapot, erről fogunk ma hallani. Mi az, hogy germánygyógytudomány? Mikor fedezték fel, ki az atya, milyen elveken alapul, hogyan működik, és ennek az ismeretnek, ennek a tudásnak a birtokában megnézzük, hogy mi is az az Asperger-szindróma. Valóban betegség, vagy egy kialakult biológiai állapot? Köszönöm szépen, Rita, a felvezető gondolatokat, mert nagyon is rávilágított arra, hogy egy másfajta gondolkodással természetesen másfajta eredményeket fogunk kapni, mint amit eddig megismertünk, vagy velünk ismertettek. Most az Asperger-szindróma egy tipikus esete annak, hogy hogyan lehet megérteni a viselkedés változást, ha megértjük a biológia működésének alapelveit. Ezeket az alapelveket dr. Rike Gerd Hamer tisztázta számunkra, 1981-ben közölte a rák vastörvényét, és addig, amíg ide elérkezett, azért neki is volt jó néhány megpróbáltatása. Az első az volt, hogy a 19 éves fia a karjai közt halt meg, és ennek következtében két hónap múlva Hamer doktornak herdaganata alakult ki, és mint egy tudós, feltaláló, orvos, teológus, sőt fizikus, elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolat, összefüggés a fia elvesztése és az ő heredaganata között. Nos, ennek kutatását, ellenőrzését éppen egy onkológiai osztályon végeztem, mint belgyógyász főorvos, és érdekes módon minden betegnek, akinek veszteség konfliktusa volt, tehát egy szeretett hozzátartozóját, vagy egy szeretett élőlényt elveszített, ez a veszteség konfliktus lényege, annál mind heredaganat vagy petefészek rák alakult ki. Hamer doktor 1981-ben közölte az első biológiai természettörvényt, a rák vastörvényét, amit a DHS kritériumai fognak számunkra megértetni. A DHS Dirk Hamernek a rövidítése, vagyis a meghalt fia Dirk Hamer nevét tartalmaz, és azokat a kritériumokat, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy elinduljon egy biológiai változás a szervezetünkben. Ugye a szindrómáról azt tudjuk, hogy az egy tünet együttest jelent, vagyis több kritérium együttese, ami egyszerre, egy időben, egy testben van. Igen. Hogyan néz ez ki a DHS, a Dirk-Hamer-szindróma esetén? Minek kell teljesülnie ahhoz, hogy DHS-ről beszélhessünk? Így van, a szindróma mindig egy csokorba foglalt tünet együttes az akadémikus orvoslásban is. Tehát amikor bizonyos tünetek együtt jelentkeznek, annak van egy elnevezése. Itt viszont arról van szó, hogy azok a kritériumok, feltételek, amelyek itten felsorolásra kerülnek, ha megjelennek, akkor elindul bennünk egy értelmes biológiai különprogram, aminek itt a lap jobb alsó sarkában látjuk a rövidítését, EBK-val. Ez azt jelenti, hogy értelmes biológiai különprogram? Igen, értelmes biológiai különprogram, mert minden olyan program, amiről itt beszélni fogunk, az egy biológiai értelme van, mert minden a túlélésről szól, és egy külön program, ami különben nem indul el, ha mi ezt el nem indítjuk. De hogy indítjuk el? Mindig, amikor történik egy drámai, meglepetésszerű, váratlan, súlyos történet az életünkben, akkor ez a biológiai program elindul, ha magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusba. Rögtön látszik, hogy ez az utolsó két szempont, hogy magányosan élem meg, és benne maradok a konfliktusba, ez kizárólag tőlem függ. Mert ugye ma is, meg holnap is, meg ki tudja még hányszor fog minket érzelmileg valami megrázni váratlanul, és nagyon súlyosan. A kérdés az, hogy lezárjuk-e ezeket a konfliktusokat még aznap, vagy benne ragadunk,
és akkor viszont elindul egy biológiai válasz. Hammer doktor az első biológiai természettörvényben éppen arra mutat rá, hogy nem kiszámíthatatlanul működik a biológiánk, hanem egy lelki megrázkódtatás az, ami az agy közvetítésével elindít egy szervi választ. Ez a lélek-agyszerv tengely egy teljesen más megközelítése a biológiai működések megértésének, és hajszálpontos választ ad Hammer doktor tudományos táblázata mindarra, ami bennünk történik. Egy nagyon lényeges kérdés az, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak ezek a bizonyos sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között én a konfliktust megéltem, és hogyha nincs érzelmileg feloldva a konfliktus, akkor egy későbbi pillanatban, amikor a sinekből valami úgymond beugrik emlékképként, akkor már konfliktus nélkül is elindul ez az értelmes biológiai különprogram. Ez nagyon lényeges, mert ez lesz a krónikus betegségeknek a magyarázata. Az is egy lényeges kérdés, hogy ki mit ért át az adott konfliktusban. Mert mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát soha nem az számít, hogy mi történt, hanem azt, hogy én abban a pillanatban mit éltem meg. Az első biológiai természettörvénynek a fogadtatása hát nem olyan volt, mint ahogy azt mi elvárnánk, vagy ahogy ezt Hammer doktor elvárta, válaszút elé állították, vagy megtagadja mindazt, amit állított, vagy elhagyhatja a munkahelyét. Hammer doktor tovább folytatta a kutatást, mert tudta, hogy a napjai meg vannak számlálva a klinikán, és felfedezte a második természettörvényt is, ami arról szól, hogy minden értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik. Van neki egy konfliktus aktív szakasza, itt látjuk kék színnel, és van neki egy megoldási szakasza, ami gyakorlatilag itt látható, hogy három részből áll. Az időtengelynek az elején látjuk a DHS-t, a Dirk-Hammer szindrómát, és a kérdés, hogy meddig ragadtunk benne ebben a váratlan eseményben, mert ez meg fogja határozni, hogy a konfliktus aktív szakasz milyen hosszú ideig tart. Hány óráig, hány hétig, hány hónapig, vagy hány évig. Tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, ne feledjük, hogy minél erősebben értünk meg egy konfliktust, és minél tovább maradtunk benne, annál zűrösebb lesz a megoldási szakaszban a biológia helyreállítási munkája. Ugyanis már a konfliktus aktív szakaszban segítséget kapunk, egy biológiai választ kapunk arra, amit érzelmileg nem tudtunk feloldani. Amikor megtörténik a konfliktus megoldása, itt a KM a konfliktus megoldását jelzi, akkor elindul a biológiában a helyreállítás. Függetlenül attól, hogy én érzelmileg oldottam fel a konfliktust, vagy éppen megváltoztak a körülmények, és már nem ezzel foglalkozom, hanem egy másik problémával, a megoldás beindul, és jelentkeznek a betegségnek nevezett gyulladásos tünetek. Az exudatív fázis, amit Hammer doktor ideírt, annyit jelent, hogy víz gyülemlik be mind szöveti szinten, mind pedig az agyi relé szintjén, ezért nem csak gyulladásos tüneteink, hanem fejfájásunk is lesz. A gyulladásos tüneteket mindenki jól ismeri, ugye a duzzanat, a pirosság, a fájdalom, a működésnek a visszafogottsága, a helyi meleg, ez mind jellemző a gyulladás tüneteire, ezt már régóta tudjuk, hogy a gyulladt területet ugye állatvizes ruhával borogatjuk, és a fejfájásra, vagyis a igen erős Hammeri gócban történő folyamatokra is nagyon jó hatással bír a jégkockával megtöltött zacskó, és annak a megfelelő helyre való helyezése természetesen. Nos, betegség tüneteink vannak, orvoshoz fordulunk, ez természetes, csak hogy az orvosokat nem ebben a logikában tanították, pontosan ezért ők a tüneteket tanulták meg valamilyen úton módon eltüntetni. Csak hogy a tünetek eltüntetésével nincs megoldva a konfliktus, és a sinek gondoskodni fognak arról, hogy újra és újra beinduljon egy program. Ezért is vigasztalnak meg minket, hogy vissza kell menni kontrollba, mert nem lehet tudni, hogy ez mikor fog újra előjönni. Amikor az exudatív fázis véget ér, akkor jön az epileptoid krízis,
amit látjuk, ez a felfelé mutató kékszínű nyíl, azt jelenti, hogy igen heves tüneteket fogunk megélni. Éjszaka álmunkban újra álmodjuk a konfliktust, és fel is riadhatunk, hogy ja Istenem, és megindul az agyi relének a rendbetétele, mégpedig úgy, hogy kipréselődik belőle a benne levő folyadék, vagyis megszűnik a fejfájás, kipréselődik a folyadék szöveti szinten is, tehát még több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot elfogyasztottunk, és belezuhanunk megint egy meleg tünetekkel bíró részbe, ez pedig a hegesedési fázis, vagyis itt fog az a bizonyos szövet helyreállni úgy, ahogy a biológiánk helyre tudja tenni, itt lesz a megerősítése a csontoknak és egyéb szöveteknek. Ha nem ijedünk meg attól az extrém fáradtságtól, amit jelentkezik, akkor befejeződik a program, és folytathatjuk az életünket egészségesen. A lényeg, még egyszer felhívom a figyelmet, azon van, hogy minél hamarabb oldjuk fel azt a konfliktust, nem újjék el nap a te haragoddal, és érzelmileg oldjuk fel mindazt, amit feloldunk, hogy a sinek ne indítsanak el bennünk krónikus betegségeket. Ha ezt betartjuk, akkor gyakorlatilag nem fogunk megbetegedni, vagy nem fogunk súlyos tünetek miatt szenvedni. A krónikus betegségeknek, mint mondtam, az a gondja, hogy a konfliktust nincs feloldva érzelmileg. Természetesen, ha egyáltalán nincsen feloldva a konfliktus, hanem egyre több félelem miatt indul el bennünk újabb, meg újabb, meg újabb program, akkor ez le fogja meríteni a biológiánkat, teljesen lesoványodunk, és ezt fogják tumoros kohexiának nevezni, tehát vagy éppenséggel végelgyengülésnek időskorban, amikor már az egyik félelem üti ki a másikat. Egyik sincs megoldva. A policiklikus lefolyás, mondhatnám az akadémikus nyelven a recidivának, láthatjuk, hogy ez a történet végigfutott, aztán újra végigfut, aztán újra végigfut, és aztán megint újra végigfut. Miért? Mert nincs érzelmileg feloldva, és ritkábban érkeznek az emlékeztető sinek. Itt lehet egy fel nem oldott konfliktus egy családtaggal, aki természetesen még mindig a képben van, és amikor megjelenik, akkor újraindítjuk a történetet. És itt van az, ami teljesen padlóra tudja tenni még a biológiánkat, ez a függő gyógyulás. Itt eljutottunk a megoldási szakaszban, amint látjuk, de ezek a kék kiemelkedő részek nem epileptoid krízisek, hanem gyakran ismétlődő sinek. Gyakran ismétlődnek, ezért nem tud végigfutni a program, elakad a gyógyulási szakaszban, és ezt függő gyógyulásnak nevezzük. Természetesen ez elakadhat az epileptoid krízis után a hegesedési fázisban is, csak hogy bonyolítsam a helyzetet, sőt, ezek a függő gyógyulásos történetek policiklikusan is előfordulhatnak. Természetesen minden ilyen történetnek a medicinában külön-külön elnevezése lesz. Hanner doktor folytatta a kutatást a magatartás viselkedés kutatással és az embriológiával, vagyis az egyetfejlődéssel, és rájött arra, hogy mivel minden szervünk, minden szövetünk a három csíralemezből fog kialakulni, amint itt a kép bal oldalán látjuk, ez a három csíralemez meg is fogja határozni azt, hogy ezekből kifejlődő sejtjeink egy életen át hogyan fognak működni. Tehát minden, ami a sárgával jelzett belső csíralemezből alakul ki, az a falatkonfliktusok megoldásában fog részt venni, az agytörzs irányítja a programot, és a falatkonfliktusoknál először építjük a sejteket, megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket, mert hiszen egyetlen egy sejtet sem tartunk el feleslegesen. A falatkonfliktus nem csak a víz, a levegő, a táplálék, a fény és a hang konfliktusokról szól, hanem minden, amit átvitt értelemben falatnak élünk meg, vagyis szükséges számunkra, hogy életben maradjunk. És itt jön az, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között, és ezért nagyon, de nagyon fontos letisztázni a konfliktusokat naponta és lezárni. A narancssárga
színnel jelzett középső csiralemezből gyakorlatilag minden sejtünk kialakul, ami a külső bőrünk és a bélrendszerünk között található. Két idegi központ irányítja, a kisagy, és látjuk itt fölötte nyílirányú metszetben a fehér állománynak a rajzát Hammer doktor könyvéből. Nos, a kisagy azokat az érzéseinket fogja venni, mint egy relé, ami a vélt vagy valós támadásról, valamint a gondozási konfliktusról szól, ami nem jelent más, mint túlzásba vitt aggódást hosszú időn keresztül. Ezekre a kisagy által irányított szöveteink fognak válaszolni, ezek pedig az irhának a sejtjei és járulékai, a hashártya, mellhártya, a szívburok és a gondozási konfliktusban az emlő-mirigy állománya lesz az, ami szintén szaporodik konfliktusaktív szakaszban vagy megoldásban, gyulladásos folyamatok között lebontjuk a feleslegessé vált sejteket. Nyilván feleslegessé vált sejtek csak akkor keletkeznek, ha túl sokáig bent vagyunk a konfliktusba. Ha egy nap alatt megoldjuk a konfliktusainkat, akkor jelentősebb tünetek nélkül egy nap alatt rendbe jövünk. A fehér állomány reléi azokat az érzéseinket rögzítik, és indítanak el innen biológiai sejtszintű választ, amelyek arról szólnak, hogy én önmagamat nem becsülöm eléggé. Én leírtam magam, a másik ember alá helyeztem. Ez az önleértékelési konfliktus egy nagyon, de nagyon súlyos érzés, Hammer doktor luxus grupénak nevezi, mert igazán luxus önmagunkat nem megfelelő szinten kezelni. Önmagunkat leírni. Ez döbbenetes dolog, hogy hány ember szenved önleértékelésben, és az önleértékelés mindig önpusztítást indít, vagyis itt sejtszinten először mindig sorvasztunk, és a megoldásban fogunk visszaépíteni gyulladásos folyamatok segítségével. Az önleértékelés konfliktus aktív szakaszában nincsenek tüneteink, csak sorvadunk, gyengülünk, és azokat a szöveteket érinti, amelyek a mozgáshoz kötöttek. Ugye a mozgáshoz szükség van a csontrendszerre, ez az egyik szövet, a csontokat összekötő izületekre, innakra, a harmadik az izom szövet, a negyedik az az izmokat ellátó erek, tehát osztógyűjtő nyirokerek, és a legenyhébb önleértékelés az a kötőszövet, zsírszövet bontásával és visszaépítésével fog számunkra túlélést biztosítani. Ebből is következik, hogy az önleértékelés ereje meghatározza, hogy milyen szöveteket bontunk. Nyilván a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat fogja bontani. Az enyhébb fokú önleértékelés pedig az erek alkotó elemeit, illetve kötőszövet, zsírszövetet, és az önleértékelés témája azt is meghatározza, hogy hol fogjuk lebontani. A testünkön belül milyen helyen fogjuk lebontani az adott szöveteket. A piros színnel jelzett külső csiralemez sejtjeit, amit látjuk, az agykéreg irányítja. Ez a piros baba az elválasztási konfliktusokra utal, ami azt jelenti, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék valakitől elszakadni, és ilyenkor mindig a bőrnek a legkülső része, a több rétegű elszorosodott labhám lesz az, ami először sorvad, és utána pedig visszaépül a megoldási fázisban. Az agykéreg a birtokkonfliktusokkal is foglalkozik, ma ezekkel egy kicsit részletesebben fogunk foglalkozni, és ide tartoznak még az akaratlagos mozgások, amelyek tudatosak, ugye, és innen indul ki a mozgatóközpontból, meg fogom mutatni, innen indulnak ki a jövőből, vagy a múltból érkező félelmekre adott szervi válaszok, ugye, a frontális lebenyben a jövőből érkező félelmek, a nyakszirti lebenyben a múltból érkező félelmek fognak becsapódni, illetve az érzékszervek is a jelzéseiket az agykéreghez küldik, és itt alakul át érzetté. Ez a
Hammer doktor által készített vázlat, ez a rajz, ez döbbenetesen rámutat arra, hogy nem létezhet olyan, hogy metasztázis, hiszen minden sejtnek megvan az eredete, hogy melyik csiralemezből ered, megvan az irányító központja, és csak úgy magától egy sejt nem fog egy nagyot gondolni, és mondjuk prostata sejtből csontsejté alakulni, ez biológiai képtelenség. Ezt azért mondom, hogy nyugodjunk meg, nem áttétek vannak, hanem újabb és újabb félelmekre adott újabb és újabb biológiai válaszok, mert az orvosi rendelőben nem megnyugodva jövünk ki, hanem még több félelemmel, mint amennyivel bementünk. A harmadik biológiai természettörvényben tehát Hammer doktor rámutat nem csak arra, hogy minden sejtünk a három csiralemezből alakul ki, hanem arra is, hogy ezek a sejtek vagy szaporodnak konfliktusaktív szakaszban, itt látjuk a sárga mezőbe, de akkor ezek nyilván, hogy le fognak bomlani a felesleges sejtek a megoldásban, vagy a konfliktusaktív szakaszban a sejteket sorvasztok először, mint az önleértékelésnél, az elválasztási konfliktusnál, birtokkonfliktusnál, és vissza fogom építeni ezeket a sejteket a megoldásban, vagy az agykéreg arra is képes, hogy nem a sejtekkel, hanem a működéssel segíti a túlélést, vagyis működést blokkol, gátol, fékez a konfliktus aktív szakaszban, és a megoldásban ezt a működést helyreállítja. A negyedik természettörvényben, amit 87-ben fedezett fel Hammer doktor, rámutat olyan dolgokra, amelyekkel régebben is foglalkoztak, csak besöpörték a szőnyeg alá, vagyis rámutat arra, hogy vannak bennünk, velünk együtt élő szimbióta, gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok. Ezek a mikroorganizmusok, ezek a mi testünknek részei, nem ellenségek, ahogy azt Louis Pasteur nevezte, hanem velünk együtt élő segítők, és segítenek sejtszinten a dolgok helyreállításában. Nyilván, hogy a felesleges sejtek lebontásában a gombák és a gombabaktériumok fognak segíteni, a hiányzó sejtek visszaépítésében a baktériumok és a vírusok fognak segíteni. Tehát, ha ezeknek a száma elszaporodik, akkor nem gombás fertőzésről van szó, hanem egy függő gyógyulásról, és ha tudjuk például, hogy a fehér folyásnak például mi a lelki háttere, ha azt megszüntetjük, akkor minden kezelés nélkül a fehér folyás is meg fog szűnni. Az ötödik természettörvényben pedig rámutat Hammer doktor arra, hogy nem üzemzavar van a szervezetünkben, hanem nagyon is tudatos, nagyon is előre jól meghatározott biológiai válasz, ami már a DHS pillanatában eldől, az én megélésem fogja eldönteni azt, hogy biológiailag milyen választ adok arra, amit nem tudtam feloldani, megoldani, érzelmileg lezárni. És a lefektetett sínek pedig ugye ne feledjük, hogy fönntartják a krónikus folyamatot, ha nincs érzelmileg feloldva az a bizonyos konfliktus. Tehát a megbetegedések konkrét értelmének megértésére a germán gyógytudomány konkrét választ ad. Ez valami döbbenetes, és nem istenverésének kéne, vagy Isten csapásának kéne tekinteni a betegségeinket, hanem csupán egy figyelmeztető jelként, hogy valamit változtatnunk kéne a gondolkodásunkon, a hozzáállásunkon, a szemléletünkön elsősorban, és nyilvánvaló, hogy akkor ebből az is következik, hogy a germán gyógytudományban csak azok a történetek tartoznak bele, amelyek belőlünk indultak ki, ezért kell ezt nekünk megoldani. A kívülről érkező történetek, mint balesetek, mérgezések, hiányos táplálkozás, esetleg orvosi műhibák, sugárkezelés, kemoterápia, ezek nem lelki eredetű dolgok, igaz, hogy másodlagosan, utólag okozhatnak lelki problémákat, súlyos dolgokat, de abban a pillanatban, amikor ezek megtörténnek, ezek nem biológiai programok, hanem külső tényezők, amelyek nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe.
Nos, következik az a rész, ami hát első hallgatónak lehet, hogy egy kicsit meredek lesz, de igyekszem ezt egyszerűen összefoglalni, hogy megértsük a viselkedés változásokat, hiszen a konstellációval, ezzel a szóval, ugye csillagok együttállását nevezik konstellációnak a csillagászatban. Itt nem a csillagoknak az együttállásáról, hanem fel nem oldott, szemközti agyféltekében egymással szemben elhelyezkedő és párhuzamosan zajló értelmes biológiai programokról beszélünk, amelyek viselkedésváltozást fognak okozni. Mielőtt ebbe belevetnénk magunkat, Karesz, azért engedd meg egy nagyon rövid összefoglalót, főleg azoknak a kedves hallgatóknak a kedvéért, akik talán most ismerkednek azzal, hogy Germán gyógytudomány, azért egy nagyon szűk mondatban, vázlatosan beszéljük át, hogy mit tudunk eddig. Mi az alap? Az alap az, hogy minden úgynevezett megbetegedés mögött egyetlen egy ok állt. Így van. Ez az első természettörvény, amely leírja, hogy az az egy ok, az egy érzelmi megrázkódtatás, egy konfliktus, amit Dirk-Helmer-szindrómának is nevezünk. Eznek az a feltétele, hogy drámai legyen, hirtelen ránktörő, súlyosan megrázó probléma, érzelmi megrázkódtatás lépjen fel az életünkbe, amire nem tudunk megoldást, és magunkban tartjuk, elszigetelődünk a környezetünktől, nem beszélünk ennek a történetnek a megéléséről. Így van. A második természettörvény szerint a DHS után elindul az értelmes biológiai különprogram, amely két fázisban zajlik le. Van egy konfliktus aktív szakasza, hideg tünet, nem tudok enni, aludni, nincs étvágyam, ideges vagyok, úgymond feszült vagyok, stresszes vagyok. Teljesen ez foglalkoztat állandóan, ezen töröm a fejem, hogy hogyan tudnék ebből valahogyan kilépni ebből a helyzetből. És közben a biológia már segít. Biológiai szinten. Illetve van egy megoldási szakasz, amely két alfázisra bomlik. Van egy exudatív, ami vizes szakasz. Itt izzadunk, éjszaka gyakran kell lepedőt is cserélni, mert éjszakai izzadások, melegtünetek vannak. Gyengék vagyunk, de már nem vagyunk annyira feszültek. Aztán jön az epileptoid krízis, ami gyakorlatilag ugyancsak szimpatikotóniás tüneteket hoz, tehát kicsit felpörgöttebbeknek érezhetjük magunkat, és utána következik a restitúciós fázis, vagy hegesedési fázis, amelyre az extrém fáradtság, kimerültség jellemző. Azt is megértettem, hogy az epileptoid krízisben nagyon hevesek a tüneteink. Igen, azok a klinikai képek, amelyek nagyon gyakran valós orvosi ellátásra szorulnak, mert egy infarktussal, egy súlyos tüdőgyulladással, egy olyan helyzetben, amikor mélyvénás trombózisról, tüdőembóliáról, szívmegállásról beszélünk, elviselhetetlen epegörcsről, csillapíthatatlan hányásról beszélünk. Tehát ezek a tünetek mindig az epileptoid krízisre utalnak, és azért epileptoid, mert epilepsziás görcsroham is lehet itt, ha a mozgásunkkal kapcsolatban éltünk meg egy fel nem oldott konfliktus. Ez volt a második természettörvény. A harmadik természettörvény rámutat arra, hogy minden sejtünk, szövetünk a három csillalemezből származik, a belső, a középső, illetve a külső csillalemez, ugye a belső, a sárga, az a falatkonfliktusok szintere, aztán van a narancs, ahol támadás, bemocskoltság, önleértékelési konfliktusok vannak, és a piros, ahol elválasztási konfliktusok, illetve a narancsnál még ott van az önleértékelés. Bocsánat, igen, támadás, önleértékelés. Támadás, bemocskoltság. Gondozási konfliktus, ez ugye a kisagy által irányított, és a fehér állomány által irányított az önleértékelés, és aztán jön a külső csiralemez, ahol a birtok és elválasztási konfliktusok nagyjából. Ennyiről kell beszélni, de ezekről a konfliktus típusokról a weblapon mind külön előadások nézhetők meg. Igen, a YouTube csatornán vannak lejátszási listák, ahol a konfliktus típusokat is meg lehet ismerni kicsit részletesebben.
A negyedik természettörvény pedig a négyféle segítőnket írja le, a mikobaktériumokat, a gombabaktériumokat, a gombákat, a baktériumokat és a vírusokat. Megtudjuk azt, hogy a biológiánk őket segítségül hívja, a testünkben természetes módon megjelenő mikroorganizmusokról beszélünk, és nem különböző olyan élőlényekről, amelyeket mesterségesen hoztak létre, vagy művi úton került be a szervezetünkbe. És az ötödik természettörvény pedig az, hogy mindennek értelme van, és a biológiai értelem az a folyamat, az értelmes biológiai különprogram lezárásakor, lezárása után is megmutatkozik, hiszen mondjuk egy önleértékelési konfliktusnál, hogy az előbb ezt felejtettem ki, ott konfliktusaktív szakaszban történik a bontás, és megoldási szakaszban pedig a visszaépítés, hogy többet, jobbat, erősebbet állítson elő a biológia testünkben, mint amit azelőtt tapasztaltunk. Nos, azt már tudjuk, hogy nem mutogathatunk külső tényezőkre, hanem egy belső érzelmi megrázkódtatásról kellene beszélnünk minden értelmes biológiai különprogram esetében, és akkor már itt mellőzöm a betegség szót, mint olyat. Viszont mi történik abban az esetben, hogyha egy embernek nem egy konfliktusa van, hanem mondjuk több, és akkor szeretném, hogyha a konstellációkról egy kicsit részletesebben, mélyebben is beszélnél, hiszen több konfliktus már a viselkedésünket is befolyásolja, azt, hogy hogyan döntünk, hogyan viselkedünk, hogyan kommunikálunk, milyenek a társas kapcsolataink, hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre, milyen érzelmi mutatóink vannak. Ez különösen ebben az előadásban fog nagyon érdekesen alakulni. Igen, és a viselkedésváltozás tehát mindig akkor áll fenn, akár agytörzsi, akár kisagyi szinten, akár fehérállomány, vagy agykérki szinten, amint látjuk, mind a két oldalon van egy-egy feloldatlan konfliktus. Tehát mind a két oldalon kell legyen egy-egy konfliktus, és ez lesz az, ami megfelelő viselkedésváltozást hoz létre a megfelelő helyen. Hát, hogyha úgy röviden mind össze szeretném foglalni, akkor az agytörzsi konstellációnál ugye azt játszok, mint a partra vetett hal, a magányosság, a létezés konfliktusba, és begyűjtjük a vizet a szervezetünkbe, itt éppen a vesegyűjtő csatornáknak látjuk a konfliktus aktív fázisát jelző képét, mert ott az agytörzsben ott egymás mellett van a vesének, endodermális eredetű sejtjeinek az agyi központja. A kisagyi konstellációról lesz még ma szó, látható, hogy itt a gondozási konfliktusról van szó, a két oldalt a mellnek a reléjét látjuk, és ha valaki túlzásba viszi a gondozást, az aggódását, mind a gyereke iránt, mind pedig mondjuk a partnere iránt, akkor onnantól megváltozik a viselkedése, kitérünk rá. Az önleértékelés, ha megtörténik mindkét oldalon, tehát anyagyerek és partner oldalon is, akkor ez teljes elsorvadáshoz vezetne, de megváltozik a viselkedésünk, és onnantól kezdve a megalomán konstelláció és hozzáállás segít minket abban, hogy azt mondjuk, hogy én vagyok a legtökéletesebb, a legjobb, és én mindenhez es érte. A kérgi szinten itt a bonyolultabb a kérdés, ebben majd ma, tehát még részletesebben belemegyünk. Itt fel fogjuk tárni a birtokzónáknak a területést, és természetesen a konstelláció a birtokzónákba becsapódott, hát fel nem oldott konfliktusokra vonatkozik. Beszéltem az előbb arról, hogy anyagyerek és partner oldal, ez kisagyi, fehérállományi és agykérgi szinten létezik. Agytörzsi szinten nincs kezességről szó, nincs anyagyerek és partner oldal, de ezekben a dolgokban most nem tudok részletesebben belemenni. Ha valaki megnézi a vélt vagy valós támadásokat, ott mindenre választ kap. A konstelláció kialakulása az agykéreg birtokzóna szintjén, tehát látjuk itt a rajzot, azért is tettem ide, tudjuk, hogy erről beszélek. Tehát a hámeri gócnak a megjelenését, hogy éppenséggel hol fog itt megjelenni egy-egy hámeri góc,
az meghatározza azt, hogy milyen kezű az illető, jobbkezes vagy balkezes biológiailag, meghatározza a hormonális állapot, hogy éppenséggel mondjam azt, hogy hormonálisan, szexuálisan aktív vagy szexuálisan inaktív állapotban van, ugye ezt befolyásolhatják gyógyszerek és kezelések és műtétek is, és az első birtokzónás konfliktusát mindenki a saját nemében éli meg, tehát a kisfiú kisfiúként, a kislány kislányként, de az első ilyen fel nem oldott konfliktus után pszichológiailag kasztrált lesz, vagyis másodfarkasként fog működni. Bocsánat, pszichikailag. Igen. Tehát lelkileg. Lelkileg lesz, igen. A másodfarkasként fog élni, hogy ez mit jelent, egy picit később vissza fogunk még visszatérünk rá térni. Most egyszer nézzük meg, hogy hogyan alakul ki a konstelláció. Ugye beszélünk jobbkezes és balkezes lányokról és fiúkról. Ha jobbkezes lány megéli az első birtokzónás konfliktusát, és teszem azt, annak még szexuális jellege is van, akkor... Mondjuk megtalálja apuci újságát. Igen. A fürdőszobában, ahol alulöltözött hölgyek pózolnak. Különböző... fizikai pozícióban. Igen, ez már elegendő ahhoz, hogy ezt szexuális jellegű konfliktusként megélve lezárjon a jobboldali szexuális reléje, mindjárt meg fogjuk ezeket látni, és innentől kezdve már nem kislányként viselkedik, hanem kisfiúként, vagyis focizik, barkácsol fiúkkal, kirándul, és a jobbkezes kislánynak már az első ilyen konfliktusa után a válla, hát mondjam úgy, hogy férfias lesz, válasz lesz, szögletes lesz, és nem a babázik, rendetlen lesz az addig rendbe tartott kisház, meg babaház, és még a hangulata se nem mániás, se nem depresszív, de már látszik, hogy a kislány nem kislányként viselkedik. Beszéltünk a jobbkezes kislányokról. Balkezes, biológiailag balkezes. Mondjuk el, mi történik balkezes kislány esetén? A balkezes kislány esetén ugyanez a konfliktus nem a női oldalra, a szexuális konfliktus helyére csapódik be, hanem ellenoldalra, a férfias birtokzónába, és ezért ennek a kislánynak hamarabb is beindulhat a petejérése, ha mondjuk már a 10 éves korhoz közel volt, akkor egy balkezes kislánynak már akár 9 évesen is megjött az első menstruációja, és érzelmileg viszont frigid lesz. Magába zárkózottabb lesz, mint volt, és frigid lesz. A jobbkezes fiúból is ugyanúgy másodfarkas lesz, mint a jobbkezes kislánynak, mert neki meg a jobboldali birtokzónába csapódik be az a konfliktusa, amivel, hát hogy is mondjam, rendre utasítják. Mondjuk anyuka nem engedi el a fiúkkal játszani, fölfedezni a világot addig, míg ő rendben nem rakja a szobáját. Vagy esetleg anyuka megszégyeníti a többi iskolás vagy óvodás társa előtt. Mert mondjuk bepisil, és beviszi a pisis lepedőt, és bemutatja, hogy nézzétek meg, Pistike minden éjszaka bepisil, holott ezt egyetlen konfliktus feloldással meg lehetne oldani, de hát ha nem ismerjük a germán gyógytudományt, akkor tudunk ilyen őrültségeket tenni, ezek nagyon konkrét történetek, senki se higgye, hogy kitaláltuk. Szóval egy ilyen megszégyenített kisfiú már nem fogja magát a kisfiú közt jól érezni, a kislányokat figyeli messziről, esetleg vele lejátszik. A vállai lekerekítettek lesznek, mint a kislányoknak, és rendbe fogja tartani a szobáját. Egy alfa fiú, kérem szépen, arról ismerhető fel, hogy a szobája az rendetlen, semmi nincs a helyén, mert számára a külvilága fontos, és nem az, ami a kerítésen belül van. Ugyanez a balkezes kisfiúknál az ellenoldalra csapódik be, amitől még mániásabb lesz, mint volt, még... hát hogy mondjam, követelőzőbb, agresszívebbnek tűnik a viselkedése, férfiasabb lesz, de érzelmileg itt is nagy gondok vannak, ezt Hammer doktor macho homoszexuális jelzővel illette, mert hogy ezek nem igazi alfa férfiak, nem banda vezérek, hanem olyan hősieskedő
erőfitoktató valakik, akik egy igazi alfa jelenlétében hát behúzzák fülüket, farkukat. Minden esetben elindul viszont a konfliktus tömeg növekedése, az első konfliktus becsapódásánál. Nyilvánvaló, hogy jön a következő, vagy... Egy pillanat, a konfliktus tömeg alatt az időt és az intenzitást kell érteni, ennek a kettőnek a... Igen, ennek a kettőnek a szorzata, hogy mennyi ideig nincs feloldva ez a konfliktus, nem tudja megbeszélni az anyukájával, se a kisfiú, se a kislány. Hát még érzelmileg le nem zárja, ki nem fut a program, addig növekedik. Illetve ameddig a gyerek nem tud megbizonyosodni arról, hogy ez soha többé nem fog előfordulni, addig ő nem tud megnyugodni. A gyereknél még azért a félelem feloldás nem úgy működik, mint felnőtteknél. Mi történik abban a szerencsétlen esetben, hogy van egy kisfiú, kislány bármilyen kezességgel rendelkezzen, megvan az első birtokzónás konfliktusa, de szerencsétlenségére még mielőtt megoldaná, becsapódik a második konfliktus. Igen, ez a képet látjuk itt Hámer doktor ábrázolásában, amikor már a második birtokzónás konfliktus becsapódik, nyilván, hogy a másik szabad oldalra fog becsapódni, ugye? És ez azt jelenti, hogy leáll a konfliktus tömeg, tehát amit az első konfliktus megélése után összegyűjtöttünk, ez itt lezáródik. És ez egy nagyon lényeges kérdés, innentől több konfliktus tömeg növekedés nem lép fel, viszont beindulnak a hangulatváltozások a sineknek megfelelően. Kérdés, hogy melyik konfliktus kerül sínre, az szerint fog ez a mérleg elbillenni, és mivel jobb oldalt van a férfias, bal oldalt a nőies birtokzóna, a lányok magukba fordulók, a fiúk meg kifelé tárulkozók, ezért nevezi Hámer doktor a fiúknak a viselkedését egy kicsit mániásnak, és a lányoknak a viselkedését meg depresszívnek, de nem depresszióról, és nem mániáról beszélünk, ez csak a viselkedésnek a színezetéről beszélünk. Lehet, hogy buta kérdés, a férfias és nőies birtokzónák mindenkinél ugyanott vannak, vagy változik kezességgel, hormonális állapotban? Ne is folytatod, mindenkinél ugyanott van. Mindenki, mindjárt hozom azt a képet, ahol részleteiben megbeszéljük, hogy milyen relék tartoznak a birtokzónákba. Itt most először a konstelláció kialakulását és annak a törvényszerűségét szeretném bemutatni. Vagyis az első konfliktust mindenki a maga nemében éli meg. Így van. A jobbkezeseknél abban az oldalban csapódik be, amilyen jellegű. Amilyen nemű. Tehát a kislányoknak bal oldalt, a kisfiúknak pedig a jobb oldali birtokzónába, a jobbkezesről van szó. Igen. Illetve... A balkezesnél pedig fordítva. Tehát gyakorlatilag az, hogy ez a viselkedésében hogyan mutatkozik meg, az már csak a második konfliktusnál derül ki. Második birtokzónásnál. A második birtokzónás becsapódásnál kialakul a billegés, akár jobbkezes, akár balkezes. Az szerint fog változni a viselkedése, hogy az illető éppenséggel hol kerül sínre, mert mondjuk, ha az első konfliktussal legyen ez egy kislány, ha az első konfliktusát megélte odahaza, akkor otthon úgy fog viselkedni, mint egy kisfiú, jobbkezes kislányról beszélek, a második konfliktusát az iskolában élte meg, akkor az iskolában egy magába zárkózott, csendes kislány lesz. A lényeg tehát az, hogy leáll a konfliktus tömeg, beindulnak a hangulatváltozások, ezt hívjuk skizofrén állapotnak, mikor mindkét oldalon van egy fel nem oldott konfliktus. Ez sem tévesztendő össze. Ez sem a skizofréniával, igen. És leáll az érzelmi fejlődés. Ez egy nagyon lényeges kérdés, ami a baba arc kialakulását fogja hozni a lányoknál, illetve, hát mint mondtam, válasz lesz a lány,
illetve ejtett válló lesz, lekerekített válla lesz a fiúnak, most már akár jobbkezes, akár balkezes. A második konfliktus után. És nagyon lényeges, hogy mindig az utolsó konfliktus oldható meg, tehát ne tessenek családállításon belemenni gyerekkori konfliktusok feloldásába, mert nagyon veszélyes játékot tetszenek csinálni. Ez egyszerűen elképesztő, hogy mik történnek. Voltak, akiket onnan hoztak el konzultációra, mert olyasmibe bújtak bele, amit nem volt szabad feloldani. A hormonális változással, csak hogy minden a feje tetejére álljon, viszont megváltozik a konfliktusok megoldási sorrendje, vagyis a klímax beálltával kerülnek előre a fel nem oldott gyerekkori sérelmek, és ezért azoknak a tünetei fognak előtérbe kerülni. Sajnos nincs időm tovább részletezni ezt az egészet, mert a konstellációról egy egész délelőtöt végig tudnék mesélni. Itt most csak annyit szeretnék elmondani, amennyi ahhoz kell, hogy megértsük a mai napnak az anyagát. A harmadik konfliktustól a mérleg állása és a kezesség fogja eldönteni, hogy mi fog történni ezután. Mert a becsapódás mindig a súlyozottabb oldalra történik meg jobbkezesek esetén. A balkezesek esetén is így volna, ha nem volna lóugrás, ahogy azt Hammer doktor nevezi, tehát a balkezeseknél mindig átbillenés fog megtörténni. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a jobbkezes férfi és nő, ha éppenséggel mániás állapotba kapta a harmadik konfliktusát, akkor onnantól a harmadik, negyedik, ötödik konfliktustól mind mániásabb lesz a viselkedése, vagy mind depressziósabb lesz a viselkedése. A balkezes férfi és nőnél viszont a lóugrás miatt billeg a mérleg és változik a hangulat, ezt mutatja be Hammer doktornak ez a rajza. Itt látjuk a jobbkezes férfit és nőt, amikor éppen mániás, és amint látjuk, mit mondtam, a súlyozottabb oldalra érkezik a harmadik konfliktus, tehát még mániásabb lesz. Ha pedig éppen ők depresszívek voltak, jobbkezes férfi és nő, akkor látjuk, hogy még depresszívek lesznek a harmadik konfliktussal. Viszont ha balkezes férfiről és nőről van szó, akkor ha mániás volt, átbillen és depresszív lesz, ha depresszív volt, akkor átbillen és megint mániás lesz. És ez így folytatódik náluk. Nos, egy lényeges kérdés akkor, hogy tisztázzuk a birtokzónákba tartozó agyireléket. Látjuk itt bal oldalt vannak a nőies, és jobb oldalt vannak a férfias birtokzónák, és ahogy azt megbeszéltük, mindenkinél, akár férfi, akár nő, akár jobbkezes, akár balkezes, ez az agyi térkép, ez pont így van a fejünkben. Amit ugye most nincs berajzolva, mert nem tartozik a birtokzónába, az a frontális lebeny, homloklebeny, és a nyakszirti lebeny, ahova ugye a látóközpont tartozik. Nos, a reléknek a működését ugye befolyásolják az érzelmek. Milyen érzelmek csapódnak, kérem szépen, a nőies relébe, itt a fali lebenynek a homlokhoz közeli részébe. Amint látjuk, az első és a második reléhez is Hammer doktor a rémületfélelem konfliktust írta be. Erről volt szó éppen múlt héten, ugye beszéltünk a GG-nek a biológiai programjáról, és ez a két relé a GG-re hat, a felső a GG izomzatára, az alatta levő pedig a GG nyálkahártyájára. Vele szemben a túloldalt a birtokféltés konfliktusnak van két reléje, ami viszont a hörgő és hörgőcskék nyálkahártyájára hatnak, illetve amit fölül van, az pedig a hörgő izomzatra hat. Tehát külön van az izomnak és külön a nyálkahártyájának reléje, és a konfliktus témája a birtokféltés. Vagyis amikor valakit, vagy valamit, amit birtokomnak tekintek, azt nagyon, de nagyon féltek. A rémületfélelmet szerintem mindenki megértette, hogy egy váratlan, hatalmas, nagy ijegységről van szó, amitől megrémülünk. Középen ez a két nagy relé, ez nagyon fontos, mert ez a szív koszorú ereinek
mondjam azt, a bélését, a nyálkahártyáját szabályozza, illetve kihat a szív ritmusára is. A jobb oldali férfias zónában levő relé a birtokvesztés konfliktusára indítja el a szívkoszorú ér artériának a nyálkahártya sorvadását azonnali fájdalommal, amit angina pectorisnak nevezünk. A megoldásban pedig fékezi a szívnek a működését, vagyis bradikardia, alacsony pulzus szám lép fel. Itt van az a történet, hogy 9 hónap után ebben nem másszunk bele, mert ha megoldjuk, a bradikardia szív megállásba fog átmenni. A vele szemben levő nőies birtokzónában levő relé a szexuális konfliktusra és a meg nem termékenyítettség konfliktusára fog parancsot kiadni, mégpedig elindul ugye a szexuális jellegű konfliktus miatt a mély száj nyálkahártya sorvadása, amit ugye citológiailag P3, P4-el jelölnek, illetve majd mély nyakrák lesz belőle, ha nem oldjuk fel, hölgyeim, a féltékenységet. A másik szervi rész viszont a szívkoszorúér vénáinak a bélése, nyálkahártyája, aminek a sorvadása anginához hasonló fájdalmat okoz, ugyanolyan jellemzőkkel, csak nem olyan erősen. És ez is kihat a szív működésére, mégpedig ez emeli a szívfrekvenciát, ami, hogyha túlzásban megy, tüdőembóliába fog átmenni az epileptoid krízisbe. Alatta látjuk az identitás konfliktust, ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy kinek a véleményére hallgassak. Ez tipikus nőies konfliktus, amikor egy, mondjuk egy kismamának az életébe beleszól az anyus, az anyja, a szomszéd, és még nem tudom ki, és nem tudja eldönteni, kinek a véleményére hallgasson. A vele szemben pedig a birtok bosszankodás konfliktus, ide minden bosszankodás becsapódik, és a biológián kiellemzése szerint dől el, hogy éppen gyomor nyálkahártya, vagy epeúti nyálkahártya, vagy hasnyálmirigy kivezetőcső nyálkahártya program indul el. Tessenek megnézni az erről szóló webkonferenciákat, nem tudok részleteibe belemenni, vagy éppen a birtok konfliktusoknak a taglalását. A lényeg az, hogy ezekről a relékről lesz ma szó. Nem lesz szó a területkijelölési konfliktusról a mai nap. A területkijelölési konfliktus mindig a vizelet kiürítő rendszerünk nyálkahártyáját sorvasztja, illetve épül vissza a megoldáskor. És ha mindkét oldalt érintett a területkijelölési konfliktus, tehát anyagyerek és partner oldallal is, akkor az éjszakai bevizelés 100%-osan megtörténik, de ha legalább anyai oldalon megoldjuk a területkijelölési konfliktust, vagyis megbeszéljük anyukákkal, hogy ne szóljon bele az életünkbe, vagy anyuka megengedi annak a gyereknek, annak a kicsi gyereknek, hogy valamit oda is letegyen, ahova ő szeretné, és nem mindenben regcumolja a kisgyereket, akkor bizony az éjszakai bevizelés megszűnik. Ne haragudj, hogy közbeszólok. Tudom, hogy ma erről nem lesz szó, de a területkijelölés konfliktusnál azt mondod, hogy mindig csak a vizelettel kapcsolatos. Mondjuk a sziklet is ide tartozik, hogy nagyon ki akarom jelölni a területem közepét? Mondjuk. Nagyon jó a kérdés, mert az identitás konfliktus az pontosan arról szól, hogy mivel bizonytalan vagyok, hogy kinek a véleményére hallgassak, ezért biológiailag ki akarom jelölni a területem közepét, és azt mindig széklettel jelölöm ki. És ezért itt mindig a végbél nyálkahártyája lesz az a szerv, ami érintett, a terület szélét vizelettel, a terület közepét pedig széklettel jelöljük ki. Köszönöm a kérdésed, mert akkor olyasmivel egészítettük ki, ami nem hangzott el. Szóval a mai nap a továbbiakban olyanokról lesz szó, ami ezeket a dolgokat megoldja. Most megnézzük, hogy a Wikipédia mit mond az Asperger szindrómáról, és a hámeri gondolkodás segítségével
Ezeket, ha értelmezzük, akkor ki fog derülni, hogy teljesen más lesz a végeredmény, mint amit feketén-fehéren elolvashatunk hivatalosan. Az Asperger-szindróma gyakori rövidítése AS, neurobiológiai pervazív fejlődési zavar. Vagyis egész személyiségre kiterjedő zavarról van szó, tehát innen következtethető, hogy konstellációról van szó. Az autizmus spektrumzavarok közé tartozó pszichiátriai kórkép. Hoppá! Vagyis hasonlít az autizmusra, de nem az, vagy nem csak az. Tehát innen következtethetünk arra, hogy az autisztikus konstelláció egyik alformája, vagy az autisztikus konstelláció, meg még valami... De mi? De mi? Hát, itt van ugye az autisztikus konstelláció, akkor most már teljesen ismerős ez a kép nekünk. Látjuk, hogy itt egy fel nem oldott rémületfélelem, és vele szemben, már átellenben a túloldalon, pedig egy birtokbosszankodás maradt feloldatlanul. És hogyha ez a két konfliktus létezik, akkor kialakul az autisztikus konstelláció, ami hát, ha mániás lesz, vagyis akkor lesz mániás, ha a rémületfélelem kerül sínre, lezár a nőies oldal, megnyilvánul a férfias mániás viselkedés, és ilyenkor, mint egy biorobot képes dolgozni, nagyon pontosan egy ilyen ember, akár 14 órát is. Viszont ha a bosszankodásra kerül sínre, akkor magába zárkózott lesz, és gyerekként mondjuk egy mozdulatot ismételget folyamatosan. Ez az, ami jellemző egyik tünet a Asperger-szindrómára is. Nagyon gyakran az ismételt mozdulatok, azok önnyugtató mozdulatok, valamilyen kifejezések, kifejeződéssel bírnak. Gondoljunk csak az előre-hátra hintázó gyerekre, aki ül a széken, és folyamatosan, mintha bólogatna, ringatja, rázza magát. Ez egy önnyugtató folyamat, ami aztán később szokássá, illetve egy folyamatos jelenségé válik. A továbbiakban azt írja a Wikipédia, hogy... Az Asperger-szindrómás egyén hosszan beszélhet egy számára érdekes témáról, figyelmen kívül hagyva a hallgató jelzéseit, és észre sem véve azt, hogy érdekli a hallgatót az, amiről beszél. Előfordul, hogy nem tudja visszatartani a gondolatait. Gyakran nem is lehet megérteni a beszéd logikáját, következtetéseket levonni, megérteni, hogy miről van szó, vagy más témára terelni a beszélgetést. Igen, ez egy tipikus mitomán konstelláció, mégpedig mániás fázisban. Mi az, hogy mitomán? Itt van, Hammer doktor lerajzolja a mitomán és mitodepresszív konstellációnak az agyi térképét. Tehát, amit mondtam, itt egy identitás konfliktusról van szó, nem tudom eldönteni, kinek a véleményére hallgassak, illetve van egy birtokféltés, egy gyerek féltheti az édesanyját, ha éppenséggel vita van a családban, vagy lehet más félelme is, valamelyik társát féltheti, mert az óvodában vagy az iskolában őt mindig megverik, és félti, hogy mi lesz a barátjával, mert azt mindig megverik. Tehát ez a birtokféltés, és itt van az identitás. Ha megnézzük, ez pont az ellenkezője annak, amit az előbb bemutattunk az autisztikus konstellációnál. A mániás szakaszban, tehát amikor az identitás konfliktus kerül sínre, mi történik? Hosszan beszélhet egy számára érdekes témáról. Vannak olyan emberek, akik megjelennek egy találkozón, elkezdenek beszélni, és nem fogják be a szájukat. Egyszerűen nem tudunk közbeszólni, mert egyfolytában dumál. Logoreája van, magyarul szófosásnak nevezzük. Tehát ezek az embereknek az a problémájuk, hogy itt az identitás konfliktusuk került sínre, mondjuk egy, ki tudja, hogy milyen szerepet töltött be az osztályba, és elment az osztálytalálkozóra, és elkezd beszélni mindenről, akár összefüggéstelenül, de fő, hogy ő beszél. Amikor depresszív lesz a mérlegállása, itt látjuk
a mérleg állását. Nos, akkor magában beszél, természetesen nem hangosan, de látjuk, hogy motyog magában, volt ilyen osztálytársam, csak hát akkor még kiértette azt, hogy éppenséggel miről van szó. Vagyis egy olyan belső monológot folytat, aminek semmilyen verbális megjelenítése nincs, de hogy ő látszik, hogy motyog magában. Motyog magában. Felhívom a figyelmet, hogyha itt az izomrelés érintett lenne, itt ugye fönt a birtok konfliktusokból, a birtok féltés konfliktusból, akkor ez egy asztmás légzést indítana be az illetőnél. Az asztmánál, vagyis a tüdőnél erről külön beszéltem. Nos, akkor mit ír még az Asperger-szindrómáról a Wikipédia? Az Asperger-szindrómára az egyéb autizmus spektrumhoz tartozó betegségekkel ellentétben jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, valamint az átlagos vagy annál magasabb intelligencia szint. Nos, akkor ha ez így van, akkor ebből csak arra lehet következtetni, hogy még a beszédfejlődés kialakulása utáni konfliktusról van szó, ami mániássá tette az illetőt. A rémületfélelem volt tehát az első konfliktusa, aztán jött a megemésztetlen bosszúság, és utána a rémületfélelem maradt sinennek. Mindig az a kérdés, hogy mely konfliktus maradt sinen. És ezért lesz mániásan sokat, tehát ezért lesz a viselkedése mániás. A következő konfliktus becsapódása után viszont, ne feledjük, ha jobbkezesről beszélünk, ugye, ha mániás, akkor egyre mániásabb lesz, ha depresszív volt, akkor pedig egyre depresszívebb lesz az illető. Ezt a képet most újra visszahozom, hogy megértsük, tehát erről beszéltünk az előbb, hogy már mutattam ezt a képet, hogy jobb és balkezes férfi és nő esetében a harmadik konfliktus, ha mániás állapotba kapja, akkor még mániásabb lesz, ha depresszív állapotba kapja, még depresszívebb lesz a jobbkezeseknél. A balkezeseknél pedig billegésről fogunk beszélni. Nos, ha tovább olvassuk az információt, akkor kiderül, hogy az Asperger-szindrómás workaholikus, vagyis munkamániás is, és ezt is egy konstelláció okozza, mégpedig egy kisagyi konstelláció okozza, mindjárt megnézzük, hogy hogyan. Mindezek miatt felismerése is nehezebb, egyes becslések szerint az esetek 30-50%-át egyáltalán nem is diagnosztizálták. Mert nincs ilyen betegség, csak konstellált állapot van. Számos Asperger-szindrómás magától is képes felismerni azokat a dolgokat, amiben eltér a többi embertől. Nyilvánvaló, hogy az ilyen emberek azért felfigyelnek arra, hogy kilógnak a sorból, és megtanulják leküzdeni a hátrányaikat, kompenzálnak. Azt is hallhatjuk itt, hogy megtanulja leküzdeni a hátrányait, kompenzál, képes beilleszkedni a társadalomba, akár anélkül is, hogy diagnózissal lenne, arról, hogy ő Asperger-szindrómával van diagnosztizálva, tehát néha pontosan ezért nem fedezik fel, mert ezeket a hiányosságait képes pótolni, vagy valamilyen módon megtanulni, de hát az Asperger-szindrómáról az akadémikus orvoslás szerint még ez egy betegség. Hát az egy másik ok, hogy miért nevezik betegségnek. De nézzük meg, hogy miért lesz munkamániás, vagyis mi az, hogy kisagyi konstelláció. Ugye ezt a képet már láttuk a bevezető fóliák között, a kisagyi konstellációról. Nem feltétlenül gondozási konfliktusról kell beszélni, itt a két oldalt, a két emlőmirigy reléjét látjuk besatírozva. Lehet ez két oldalt megélt támadás, tehát anyagyerek és partner oldalról megélt támadás is, és akkor az írhának a két oldalán lesz egy-egy hámeri góc, mert hogy ez a hosszúkás rész itten alól, ez itt végig az írhának a reléje, mint egy kifliszerűen elnyúlva. Tehát támadás vagy gondozási konfliktus is,
anya-gyerek partner oldalon megélve létrehozza a kisagyi konstellációt, amire az jellemzi, hogy megél az illető egy belső halált. Tehát érzelmek nélkül él, olyan, mint aki érzelmileg teljesen kiégett. Nagyon lényeges ez, hogy az ilyen ember munkamániás lesz, mert azért dolgozik, hogy az egész problémát megoldja. Tehát ha valaki aggódik az édesanyja miatt, meg aggódik mondjuk a párja miatt is, akkor csak úgy tudja az aggódását megoldani, ha mindent elkövet azért, hogy megmentse az édesanyját, és megmentse a párját. Tehát ennek is megvan az értelme. Itt azért megjelenik egy érzelmi összeomlás, egy belső halálszerű állapot, amit értelmezhetünk kiégésnek, burnoutnak. Értelmezhetjük akár úgy is, hogy a viselkedése, mivel kizárja az érzelmeket, mivel nem mutat komoly érzelmi reakciókat, ezért nevezhetjük őt aszociális viselkedésűnek. Pszichiátere válogatja, hogy milyen kategóriába fogja ezt besorolni, illetve milyen egyéb tünetekkel fogja ezt a helyzetet meglátni, de még ennek a teljes kisagyi konstellációnak is megvan a maga értelmes biológiai értelme, mint külön igen. programnak, mert ez is egy értelmes program. Pontosan így van. Különben nem indulna el, ha mi erre nem szolgáltatnánk okot. Igen, ismerünk olyat, akinek az életét mentette meg az, hogy kisagyi konstellációja alakult ki. Tehát ne gondoljunk a konstellációkra olyan képpen, mint valami ördögtől való dolog. Néha egy ilyen kisagyi konstelláció akár életet is menthet, hiszen túl tudja vinni az illetőt ezeken a nehéz helyzeteken, és gondoljunk csak arra, hogy hányszor van arra szükség, hogy félretegyük az érzéseinket, az érzelmeinket, és tegyük, igen, abban és tegyük a dolgunkat. Tennünk el. Igen, bizony. Így van. Nos, ugye az Asperger-szindrómát egy osztrák pszichiáterről nevezték el. A rendellenességet, már ha szabad ezt így megfogalmaznunk, akkor dr. Hans Asperger, osztrák pszichiáter és gyermekorvos írta le először 1944-ben. Ő az autisztikus pszichopátia nevet adta neki. A sztereotíp és repetitív mozgások, vagyis tipikus és ismételt mozgások, igen, az Asperger-szindróma diagnosztizálásának központi részét alkotják. Ezek épp úgy magukba foglalják a kézrepkedést, a rázogatást, a csavargatást, mint a teljes testre kiterjedő bonyolult mozgásokat. Ezek szerint hosszabban ismétlődnek, akaratlagosabban és rituálisabbnak tűnnek, mint a tikkek, amik gyorsabbak, vagy kevésbé ritmikusak, és kevésbé szimmetrikusak. De mik is azok a tikkek? Ha emlékszünk, a mozgás, az izmokról szóló webkonferenciában külön beszéltem a motorikus konstellációról. Itt arról van szó, hogy a betegnek két motorikus központja van a szilban. Itt látjuk fenn a motorikus központnak a hosszanti metszetét, és ilyenkor az illető gyötri egy motorikus kényszerképzet. Vagyis azt jelenti, hogy gyakran ismételget egy bizonyos mozdulatot, ezt hívjuk tiknek. Ha viszont egy másik helyzetben, aminek közel van a konfliktushoz természetesen, kívülről úgy néz ki, hogy egy teljesen értelmetlen mozdulat sort hajt végre. Nem helyzethez illő. Nem helyzethez illő mozdulat sort hajt végre. Nos, akkor ezt már korea minornak fogjuk nevezni. Természetesen érthetővé válik mind a kettő, ha megismerjük magát a DHS-t. De hogy hol van ez a motorikus központ? Ugye itt láthatjuk oldalnézetből kék színnel jelölve a motorikus központot, és ennek a keresztmetszeti képét látjuk itt bal oldalt Hammer doktor könyvéből. Nos, ha összefoglaljuk az elmondottakat, ugye, akkor most már érthető a címfotónak a képanyaga is, mert ezek a helyzetek
voltak a címfotóra is kitéve, tehát van egy autisztikus konstelláció, amit itt látunk fönt, ugye van egy mitomán-mitodepresszív konstelláció, van egy kisagyi konstelláció, és legalább egy, de lehet, hogy több motorikus konfliktus is, mozgással kapcsolatos konfliktus, és akkor elgondolhatjuk, hogy ezekből mi mindent lehet kikavarni. Az Asperger-szindróma a mentális, a DSM-4-nek az egyik kiadásában van nagyon hangsúlyosan kezelve. A DSM-4-ben 1994-ben került be. De mi is ez a DSM? A DSM, ez a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, még mielőtt azt hívjuk, hogy káromkodnék, akkor lefordítom, azt jelenti, hogy mentális rendellenességek kormeghatározó és statisztikai kézikönyve. Ezt az Amerikai Pszichiátriai Egyesület szerkeszti. Elméletileg azt a feladatot tölti be, hogy segítséget nyújt az orvosoknak abban, hogy milyen tünetek szerint lehet valakit diagnosztizálni. Egyik célja az, hogy különböző tüneteket, helyzeteket sorol fel, amit különböző kódokkal lát el, és különböző betegség nevekkel látja el, hogyha nagyon sematikusan szeretnék fogalmazni. Hú, de akkor itt eddig csak furcsa volt, vagy különc volt valaki, most már betegnek is nevezzük. Hát szóval nem fejteném ki a véleményem a DSM-4-ről, de van ennek folytatása. Van folytatása, már van DSM-5, sőt DSM-6, 6.1, 6.2. Ajajaj. Nagyon érdekes az, hogy ez a kategorizálás és osztályozás, ez milyen komplex módon gyűjti össze a különböző emberi megnyilvánulásokat, amelyek együttállása során különböző diagnózisokat, mentális betegségeket diagnosztizálnak, vagy neveznek meg, amire különböző hatóanyagú szereket árulnak. Hát ez a lényeg, igen. Ennek a DSM-nek különböző kategóriái vannak, és nagyon érdekes az, hogy a WHO sem maradt. WHO sincs ebben természetesen külön. 2000, ugye mondtam, hogy 1994-ben került be az Asperger-szindróma DSM-4 kiadásába, addig erről nem hallottunk. Viszont 2013-ban megjelent a DSM-5, ami ezt a diagnózist ugyan megszüntette, de helyette autizmus spektrum zavar súlyossága szerint osztályozza, azonban a WHO által használt BNO, tehát a betegségek nemzetközi osztályozásában, még a 10-es kiadásban is továbbra is szerepel. Érdekes módja az, hogy a DSM 4, 5, 6.1, 6.2, BNO 10, akár európai, akár amerikai, akár ázsiai, akár afrikai szemszögből nézzük, nagyon sok dologban eltérést mutat. A BNO 10-et azt ugye az orvosok használják, házi orvostól végig mindegyik, de a pszichiáterek számára van kidolgozva ez a DSM, mert ugye nekik valamilyen kapaszkodót csak ez a kódex tud nyújtani, hogy valakire ráfogják, hogy az illető beteg vagy nem beteg, bizonyos tesztek kitöltése alapján. Szóval mindenki ezeket akarja, ezeket a úgynevezett betegeket akarja meglovagolni, hogy mentális betegségi kódot adjunk rá, és senki sem akar lemondani róluk, vajon mit akarnak ezekkel a jámbor zárkózott emberekkel csinálni. Hát például azt is írja a DSM-4 diagnosztizálási útmutató, a 299.80-as számú Asperger-féle rendellenességhez, hogy csak akkor pozitív a diagnózis, ha a betűvel jelölt pontok mindegyike teljesül. Vagyis a DSM-et úgy kell elképzelni, úgy lehetne elképzelni, hogy
mint egy BTK törvénykönyvet. Igen. Nekem ahhoz hasonlított egy ilyen jogi szótárhoz, hogy igen. Ha van ez, akkor ez ezt jelenti, és ehhez tartozik ez, meg ez, meg ez, meg ez alpontokkal, illetve számokkal, betűkkel jelzett történések. Szóval, akkor pozitív a diagnózis, ha betűvel jelölt pontok mindegyike teljesül. A betűvel jelölt pontok akkor teljesülnek, ha 1. nincsenek alpontjaik, és az alanyra nézve igaz állítást fogalmaznak meg, vagy 2. vannak alpontjai, és az alpontokból legalább annyi, és úgy teljesül, ahogy a főpontjához szolgáló betű mögötti szöveg rendelkezik. Ennek nagyon paragrafus szaga van. Eszembe jut, amikor törvényeket tanultam házjavos koromban. Tovább is van, mondom én. Igen. Még. A betű. Nagy A. Társas kapcsolatokban mutatkozó minőségi hiányosság a következőkből legalább 2 formában. A társas kapcsolatok során használatos testbeszéd főbb formájának, mint arckifejezés, testtartás, szemkontaktus, gesztusok, feltűnő hiányossága vagy hibás működése. Vagyis nem azt mutatja, amit elvárnak, vagy teljesen érzéketlen az arckifejezés, ugye? Ez de hát ez, hát ez a hüllőagy konstelláció, bocsánat, a kisagyi konstelláció, az teljesen erről szól. A fejlettségi szintjének megfelelő személyes kapcsolatok képítésre való képtelenség. Ez megint a kisagyi konstelláció miatt van. Magától jellemzően nem osztja meg az örömeit, eredményeit, vagy az őt foglalkoztató gondolatokat másokkal. Vajon miért? Az egyik az szerintem, mert nincsenek érzelmei kisagyi konstelláció miatt. 2. mert nem akar, vagy nem tud megfelelni az elvárásoknak. A társas kapcsolatok azok érzelmek oda-vissza, nem így határozzuk meg, közte és mások között, de ha nincsenek érzelmei, mert ugye konstellált állapotban van, akkor ez, akkor itt semmi másról nincsen szó, csak erről. Tovább is van B, igen? Behatárolt, ismétlődő, vagy változatlan minták a viselkedésben, érdeklődésben és tevékenységben a következőkből legalább egy folyamán. Teljes belefeledkezés egy vagy több változatlan és behatárolt dologba úgy, hogy ennek intenzitása vagy tárgya eltér a megszokottól. Hát erről szól az autisztikus konstelláció, erről beszéltünk. Jól érzékelhető ragaszkodás bizonyos az adott egyénre jellemző rítusokhoz, tevékenységekhez, amelyek nem vagy kevésbé idézőjelbetéve hasznosak. Igen, hát ez is az autisztikus konstelláció része, rituálék, melyet az agy az elkülönítésre talál ki, egyszerű elhárítási mechanizmusok. Változatlan és ismétlődő mozgások, például csapkodás, dobolás, kézzel vagy ujjal, vagy kéz, vagy ujjak csavargatása, vagy összetett testmozgása. Na hát ez meg már motorikus konfliktus, ugye? Ha megtörtént az, akkor ezeket fogja az illető mutatni, mert lehet, hogy épp ez járt a rémület félelemmel, ami epileptoid krízisben van, amikor ugyanis lejátsza a konfliktus elszenvedésekor megtett, vagy meg nem tett mozgásokat. Kitartó elmerülés tárgyak részleteinek vizsgálása. Ez is autisztikus konstelláció, depresszív szakasza. C. A rendellenesség jelentős gondokat okoz a társas kapcsolati képességekben, a munkahelyen, és az élet egyéb fontos területein történő helytállásban. Igen, de ha elég sokáig bámulja az eget, akkor még az ózonjuk is az ő hibája lehet, ha-ha. Vagy a fenében ne lennének bajai a szociális életében, hiszen dupla gondozási konfliktusa van, kisagyi konstellációja van, és nem tudja megemészteni azt, amitől megrémült. Csak hogy lássuk a képet, hogy mitől színesedik. Gyakorlatilag D. Igen. Gyakorlatilag nem tapasztalható lemaradása a beszédfejlődésben. Hát igen, ha az egyes szavak használata 2 éves korban, ugye kifejezések használata 3 éves korban történik meg, akkor azt jelenti, hogy ha ebben a korban történt meg a konfliktusa, akkor a rémület félelem miatt még beszélni sem fog, lehet, hogy csak 7 éves korában fog megszólalni, mint egy híres ember, akiről majd beszélni fogunk.
gyakorlatilag nem tapasztalható lemaradáson, megismerő képesség fejlődésében. Vagyis a korának megfelelően érti a világot, maga körül, mint mindenki más. Ez akkor ezt jelenti, nem? A korának igen. megfelelően képes magát ellátni, mint mindenki más. A társas kapcsolatait leszámítva, alkalmazkodó módon viselkedik. Ugyanis ők a sinek igen. befolyásolják, ezek akár a függőgyűlölést is fenntarthatják így van, valamelyik ezt helyzetben. Nagyon, ezt nagyon jól látod, mert ugye minden gyerek kíváncsi a környezetére, mindenki mindent érdekel, és akkor gyűjtjük be a legtöbb konfliktust. Tovább is mit nem ír, mondhatom? Mit ír még a DSM? Vagy illetve a Wikipedia? F. Nincs jelen más méreható fejlődési rendellenességnek, vagy skizofréniának. Nocsak. Vagyis józan paraszt észel átfogalmazva. Nem kommunikál a társas kapcsolataiban, bezárkózott. Kukaüzemmód. Így van. Nem tud érzelmekről beszélni, mert hát ugye a kis egyik konstelláció. Belefelejtkezik bármibe, a részletek ismerése, a tudás szomhajtja, mert elképesztően érdekes minden, ami eltereli a figyelmét a konfliktusáról, hajrá biológia. Értelme az, hogy elfeledkezik a konfliktusról, és netán elmúlik a rémület félelme egy kis időre, akkor megoldásba kerül a másik konfliktus, de depresszív lesz átmenetileg. Elképesztő. Az ilyen furcsa ember, ugye főleg az epileptoid krízisben, ami csak azért nem epilepszia, mert nem érte meg a konfliktus pillanatában a halálfélelmet is. Na most, amit teljesen erejéből minden izma bevetésével szeretett volna elhárítani, ezért lesznek a különböző hát mozgászavarok, vagy mozgás ismétlések, és ugye furcsának fogjuk nevezni az ilyen embert. Na jó van, akkor nézzük tovább, mit mond a Wikipédia. Nem fogok. Nem szólok be, folytasd. A nyelvvel sajátítás és nyelvhasználat gyakran eltér a megszokottól. Ez is baj. Rémület félelme van. Jellemző az elmondottak szó szerint értelmezése. Jó. 8-10 éves korunkra alakul ki az elvont fogalomnak az értelme. Ugye akkor tanuljuk meg az iskolában, hogy gram, meg kilogram, meg egyebek. Ezek elvont fogalmak, amiket csak elképzelni tudunk, vagy ott van a mértan, a gömb, a kocka, amit ugye síkban rajzolnak föl nekünk. Most ha azért, mert ha ez neki nem megy, akkor tudni, hogy a második konfliktusának, a becsapódásának az ideje, az éppenséggel pont itt volt. Mert ugye van egy úgynevezett Piaget-féle elmélet, ami az értelmi és érzelmi fejlődésről beszél. Pontosan Piaget elméletéből indul ki az iskolai érettség fogalma. Na tessék! A bizonyos ciklusokon megyünk keresztül, ennek utána lehet nézni. Maradjunk az Aspergernél. Jó. Mi az, hogy kóros bőbeszédűség? Hát locsog. Locsog, mint egy gyermek, nem? Mikor locsog? Amikor mitomán, tehát amikor mániás a mitomán konstellációja, sinen van az identitás konfliktusa, vagy az, ami oda becsapódott. Nála bosszankodás van, de van egy birtokféltés konfliktusa is. Azt is hallottuk, vagy látjuk, hogy azt írják még róla, hogy a finom árnyalatok félreértése és mások számára érthetetlen metaforák használata. Jó, ha mások által értelmezhetetlen metaforákat használ, akkor hogy van az, hogy két sorral fennebb azt olvastad, hogy mindent szó szerint értelmez? Most már azért a metaforához magas szintű kognitív funkciók kellenek, vagy nem? Vagyis nem szó szerint értelmezés, hanem csak nekem tűnik fel, hogy itt valami ellentmondás van. A beszéd formális, pedáns, a hangoltozás nem felel meg a helyzetnek. Vajon milyen? Hát ha depresszív vagy mániás lehet, nyilvánvaló a helyzetnek megfelelően fog alakulni az illetőnek a hanghordozása, meg a beszéde. Ha dűnyög, akkor depresszív, nem? Ha visít, akkor meg mániás. Ha halk, akkor depresszív. Ha hangos, akkor mániás. Hát logikus. A hanglejtés és ritmus egyaránt érintett lehet. A hangminőséggel is lehet baj. Meg lehet, hogy pattanás van a hátán is, nem? Hát szóval... Álljunk. A koherencia is sérülhet. Ó, Istenem! Ezt is olvastam. Ezt is. Tehát akkor vannak szavak, amik nem illenek össze, mert nem odaillő szavakat is használ. Ugye nincsenek tiszta a mondat szerkesztései, nem beszél összefüggően. Mit mond vajon? Mire utal?
Hát ennek az az értelme, hogy oda, abba a szövegkörnyezetben nem illő szavakat azért teszi be, hogy felhívja a figyelmet magára, hogy segítségre van szükségem, kérem. Az Asperger-szindrómáról még azt olvastam, hogy az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókincsen rendelkezhetnek. Na, tessék. Idézőjeles kis professzorok, de hajlamosak a nyelvet szó szerint értelmezni. Nem értik a stílusalakzatokat, a humort, az iróniát és a csikkelődést. Bár az Asperger-szindrómás egyének értik a humor kognitív alapjait, de nem érzik, hogy ennek célja a szórakoztatás. Na jó. Mondjuk, hogy anyuka zsenit akar faragni a gyerekéből, elkezdi a korai fejlesztést, minden szót megtanít neki. A gyerek nem a korosztályának megfelelő közegben nő fel, ismertem ilyen gyereket, nem tud játszani velük, így sok, nagyon hamar ezek a gyerekek megtanulnak viselkedni, mint egy felnőtt, ugye? És a gyerekeknek a folyamatos jelenléte a felnőttek között azt jelenti, hogy láthat konfliktust mondjuk anyu és apu között. Ebből lehet neki rémület, félelme, amin aztán rágódhat is, aggódhat is, meg bosszankodhat is. Na, ehhez mit szólsz? Hát azt mondom, hogy én ezért nagyon alaposan felkészültem erre a mai webkonferenciára. Látom. És azt is olvastam még, hogy anekdotikus történetek vannak az Asperger-szindrómások humorérzékéről, ami kihívás jelent az Asperger-szindróm és az autizmus pszichológiai elméletei számára. Na, akkor ez egy pszichológiai monodráma. Most akkor van humorérzéke, vagy nincs? Tehát, ha zsenge... Asperger-szindrómás lennék, megmondanám. Ja, jó. De most akkor gondolkodjunk. Ha zsenge korábban kapja a konfliktusait, szó szerint minimum kettőt, akkor ugye leáll az érzelmi fejlődés, akkor nincs humor. Ha pedig a konkrét műveleti szakaszban éri a konfliktus, tehát 7-11 éves kor, vagy 11 évtől fölfelé, az már formális műveleti szakaszban, akkor meg van humorérzéke. Ennyi az egész. Akkor mi a helyzet, vagy mi lehet a valós ok elmögött, az Asperger-szindróma mögött? Mert én azt is olvastam erről, hogy szűkörű érdeklődés és repetitivitás. Vagyis az Asperger-szindrómás emberek érdeklődése gyakran szűkörű, gyakran ismétlődő dolgokra figyelnek fel. Mintha ugyanazt újra és újra megismételni. Hát természetes, hát lejátszák, elismétlik a konfliktust magát, vagy a kísérő elkerült, vagy elkerülni vágyott mozgást. Ez a motorikus konfliktusnak a bizonyítéka. Ez abnormálisan szűkörű és intenzitású lehet függő gyógyulásban, amikor ugye a megoldás követő fázisban akad el a program. Gyakran jönnek a sinek, csókolom. Akkor lehet, hogy mégiscsak van némi közöm ehhez a szindrómához, mert én most meleven rákoncentrálok erre az egy történetre, és tovább kérdezlek. Kérdez. De látod, humorom van, igen, vagy legalábbis próbálkozom vele. Azt is olvastam még az Aspergerről, vagy azt is lehet erről tudni, hogy merev, repetitív és sztereotíp rutinokkal állhatnak össze, egyes tárgyak részeivel foglalkozhatnak, mint például milyen anyagú textúrájú a ruharajtuk, milyen étel, milyen textúrájú ételt vagy színű ételt hajlandóak megenni, és vannak olyanok, amelyek nem. Vannak olyan tárgyak, amiket többször meg kell érinteni, meg kell simogatni, vannak mozdulatok, amik folyamatosan ismétlődnek. Hát persze, hogy vannak ilyen mozdulatok, ezek elkerülési mozdulatok, nevezik tikkeknek, vagy mert van két, amit mondtam, két motorikus konfliktusa az illetőnek, a jobb és bal oldalon a motorikus központban. Az Asperger-szindrómának egyik fő tünete a szűkörre korlátozott érdeklődés, akár több kötetnyi információt gyűjthetnek össze viszonylag szűk témákban, mint például a dinoszauruszok, már ha egyáltalán ezt lehet szűk témának nevezni, vagy a mélyhűtők, vagy a fényképező típusok sorszámozása iránt, valami olyan dolog, ami nem feltétlenül mindenki számára érdekes. Persze, vagy. Persze, és ha banktisztviselő lenne, akkor meg pont jól jönne, hogy csak a számok érdekelnék. A gyerekkorunkban nem volt olyan, hogy mindenki elkezdett valamit gyűjtögetni. Jó, de ezeket
anélkül gyűjti össze, hogy mondjuk a fényképezőgép típusok, vagy mélyhűtők, vagy láncfűrészek típusai iránti mély érdeklődés, hogy fogalma lenne például a használatukról. Nem is tudja, hogy mi, csak tetszik neki a számok. Bár ezek a témák változhatnak rendszerint, egyre inkább szűkülnek, és egyre szokatlanabbak lehetnek. Gyakran annyira uralják akár a gyerekek interakcióit, tehát a kapcsolatait másokkal, hogy az egész család belemerül. Na. És mivel a gyerek egyébként is gyakran érdeklődnek szűk témák iránt, ez a tünet nehezen felismerhető, és ezért nincs az időben diagnosztizálva, mint ahogy ezt megtudtam akadémikus forrásból. Na most akkor honnan tudni, hogy mikor normális és mikor nem? Jó, akkor kérdezek mást. Ma kötekedő kedvemben vagyok. Ja. Azt is olvassuk, tudjuk az Asperger-szindrómáról, hogy az empátia a legsérülékenyebb területe ennek az embernek, vagyis hát úgy kevés empátiát vélünk felfedezni a viselkedésében. Hát eltekintek attól, hogy ez lehetséges idézőjelbe, de még mindig arról van szó, hogy azért nem empátiás, mert kisagyi konstellációról beszélünk. Itt látjuk alól a képen, tessék megnézni. Oké? Okay? Rendben, akkor folytatnám tovább, csak hogy vessük össze a két szintet, én továbbra is az akadémikus forrásokból. Igen, én megpróbálom az akadémikus szöveget hamerizálni, ugye? Épp úgy, mint hogy a laborértékeket is másképpen értékelem Hameri medicina ismeretében, mint ahogyan azt megszoktuk. Szóval az Asperger-szindrómások még a kapcsolatteremtés alapjával sincsenek tisztában. Igen. Ide tartozik az érzelmi és szociális kölcsönösség hiánya, a barátkozás nehézsége, vagy a metakommunikáció sérülése. Ezzel alatt értem a szemkontaktust, arckifejezést, gesztusokat, nonverbális kommunikációt magyarán. A súlyosabban autista egyénektől eltérően az Asperger-szindrómások nem vonulnak vissza az emberi kapcsolatoktól. Persze, ez nagyon fontos, mert nincs teljes depresszió. Ott van, kérem, a mitomán konstelláció, tessék megnézni. Ha például hosszas beszédbe kezdenek egy általuk kedvelt témáról, és figyelmen kívül hagyják a hallgatói jelzéseit, hogy érdekli őket a téma, vagy változtatni akarnak. Ez a viselkedés aktív, de hát furcsa. Uh-huh. Ez úgy hat, mintha az Asperger-szindrómás egyén nem lenne tekintettel másokra. Figyelmen kívül hagyná mások érzéseit, így érzéketlennek is tűnhetnek. Még mindig erről az úgynevezett mitomán depresszió konstellációról beszélünk. A tesztek szerint... Na, ez nagyon lényeges. Igen. Az Asperger-szindrómás gyerekek elméletben értik mások érzelmi reakcióit és a szociális normákat. Ezt kíváncsi vagyok, hogy ez hogy mértékled, zárójel bezárva, igen. Jó, de az életben azon nehézségek itt vannak azok alkalmazásával. Na. Az Asperger-szindrómás emberek megfigyelik, elemzik és merev szabályokba foglalják ezeket a normákat, és közvetlenül alkalmazzák őket, ezáltal merevnek, a szociálisan naívnak tűnnek. Uh-huh. A sikertelen kapcsolatteremtési kísérletek miatt eltompulhat a gyermekkori vágy a társaságra. Hát természetes, mert más normatívák alapján mérlegelünk konstellált állapotban. A biztonsági zóna beszűkül. Nem meri mondani sem, illetve a túlszabályozottság abból ered, hogy nem mer hibázni. Mert ha hibázik, akkor konfliktusba kerül. Ettől ilyet meg először is, és ezt nem kockáztathatja meg még egyszer. Tehát itt sírre kerül a rémület, félelem, konfliktus, tessék, és itt vagyunk az autisztikus konstellációban. Az adatok viszont nem támasztják alá azt a hipotézist, hogy az Asperger-szindrómások predesztináltak lennének az erőszakos cselekedetekre, vagy bűncselekményekre. Uh-huh. A beleérző képesség hiánya és az agresszivitás miatt. Uh-huh. Más adatok viszont azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómás gyerekek inkább áldozatok, mint elkövetők. Hú, na most akkor rendben, térjünk ide, bármely képen mutathatom, akár az autisztikuson, akár a mitománon. Az agresszív konstellációhoz kell, kérem szépen, az identitás konfliktus, és kell itt vele szembe
ugye a bosszankodás, amit itt látunk, a másik konstellációban. Vesszük észre, hogy a kettő hogy fog összekötődni. Nagyon szép ez. Hát a Hammer doktor térképeiről minden, de minden érthetővé válik. Na most, hogyha ugye az autizmushoz kellett a rémületfélelem, meg a megemészthetetlen bosszúság. A dupla megemészthetetlen konfliktus, és most itt balkezesekről beszélek, ugye, ha még egy megemészthetetlen konfliktust meg fog élni, az már nem ide fog becsapódni, hanem a túloldalra, ide, amit itt láttunk ebben a másik képen, és nyilvánvaló, hogy a bosszankodás az nem identitás konfliktus, de biológiailag az identitás konfliktusnak a reléjébe csapódik ez be. Na most nyilvánvaló, hogy nem lesz agresszív, mert neki nem identitás konfliktusa van. Hiába van ez a reléje is, meg ez a reléje is érintve, ezért nem lesz az illető, hogy mondjam, agresszív, viszont bőbeszédű lesz, mert hát az lehet, hogyha van még mellette, ugye egy birtokféltés konfliktusa is. Hát igen, ez így nagyon érdekes. Hát de innen egyértelmű, a képekről látható. Aztán vannak bizonyos járulékos jelenségek. Na hát ez már mindig előfordul, már igen. Már félve olvasom neked ezeket az akadémikus gondolatokat, de... De olvasod csak nyugodtan, hogy értsük. Azt is lehet erről tudni, hogy igen. Az Asperger-szindrómás egyének a diagnózishoz szorosabban nem kapcsolódó tüneteik és vonásaik lehetnek. Minek? Ezt lehet. Nem minden esetben, de ez előfordulhat. Valószínű. Amelyek milyen érintik az adott szemét, vagy annak a családját. Uh-huh. Ezek egyaránt hatnak az érzékelésre, uh-huh. a mozgásra, az érzelmekre és az alvásra. Nocsak. Gyakori, vagy gyakran előfordul, vagy előfordulhat a megszokottnál érzékenyebb látás és hallás. Na hát kérem szépen, akkor tovább tudjuk színesíteni a képet, mert ugye felteszem a kérdést, hogy fejlettek vagy kompenzálnak. Vagyis ha van még látás és hallás konstellációjuk, akkor természetes, hogy ezzel kapcsolatos megéléseik és tüneteik is lesznek. Most akkor tessenek a szemről és a fűről szóló webkonferencia anyagot elővenni, hogy lássuk, hogy még ezek is színesíthetik a képet természetesen, nem kötelező, de belefér. Ugye azt tudjuk, hogy autisztikus spektrum zavarról beszélünk, ezért nagyon sok olyan kutatás zajlott, amelyekben az Asperger-szindrómás gyerekeket jól működő autisztikus gyerekekkel versenyeztettek. Aha. A minták kismértékű változásait is észreveszik az Asperger-szindrómások. Legyen szó akár a tárgyak elrendezésének, vagy jól ismert kép részleteinek a változásáról. Ez viszont rendszerint tartományfüggő, tehát valamilyen részletet, vagy valamit tudnak. Viszont sokkal rosszabbul teljesítettek például olyan feladatokban, ahol a hallás vagy a térbeli látást igénylő észlelési feladatokat kaptak. Hát természetesen. A jól funkcionáló autistákkal szemben ők azért a látási memóriában is alul maradtak. Na jó, akkor hogy megértsük. Tehát hallottak valamit, amit nem akarnak már hallani. Vagy azért romlott a térlátásuk, mert csőlátásuk lett, mert ugye a hátulról jövő félelmet nem oldották fel, és a csőlátás pedig kell a meneküléshez, a konfliktusból. Megint csak a látásról szóló webkonferenciára hívom fel a figyelmet. És ha meg itt még bejön a motoros konfliktus is, ugye, mert legalább egyszer nem tudtam kitérni, elmenekülni, kapaszkodni, stb. Kiutat találni a hátulról jövő veszély elől, akkor már megvan a látással és a mozgással kapcsolatos konfliktus is. Szokatlanul érzékenyek, vagy, de újra fogalmazom, gyakran szokatlanul érzékenyek, vagy teljesen érzéketlenek lehetnek a különböző érzéki ingerekre. Jó Isten. És
Hát szinesztéziások is lehetnek. Mindez másoknál is előfordulhat, és nem feltétlenül utal az Asperger szindrómára. Mi is ez a szinesztézia, még mielőtt tovább mennénk? Ez egy olyan mentális jelenség, amelyben az egyik érzékszerv által keltett benyomás automatikusan aktivál egy másik részletet. Például betűkhöz vagy számokhoz színeket társítunk. Vagy így memorizálunk, hogy egy tárgy látványához egy bizonyos érzelmet hívunk be. Hát ezzel mások is. Itt azért lehet valami köze például a síneknek? Hát természetes. Hogy meglátom a piros autót, és hát, elkap a frász? Hát természetes, hát csak a síneknek van jelentősége a fel nem oldott konfliktusoknak. Gyakorlatilag fel nem oldott konfliktusokról beszélünk régen. Jó, Hans Asperger leírása és más diagnosztikai sémák is megemlékeznek némi ügyetlenségről. Jó. Az Asperger-szindrómás gyerekek fejlődése késhet a mozgási ügyességet igénylő területeken, mint amilyen például a kerékpározás vagy a gyüveg kinyitása. Gondjaik lehetnek a mozgás koordinációval. Jó. Lehetnek gondjaik a látás és mozgás összehangolásával. Problémáik lehetnek a propriocepcióval, vagyis a testhelyzet észlelésével. Gondot jelenthet, de nem minden esetben az egyensúlyozás, a hüvelykujj és a többi új szembeállítása, ez mind lehetséges probléma. Vagyis nem nyilvánvaló, csak gondjaik lehetnek, problémáik lehetnek, vagyis ezek a rendellenességek nem meghatározzák az Asperger szindróm és a többi autizmus szempontjából jól funkcionáló ember számára. Ezek tiszta felesleges, mondjam azt, hogy hozzá tett szövegek. Lehetnek. Igen. Az Asperger-szindrómás gyerekek gyakran alvászavarosak. Előfordul, hogy nehezen alszanak el, vagy túl sokszor ébrednek fel éjszaka, vagy túl korán kelnek. Hát a konfliktus aktív szakaszban mindenkinél jellemző tünet. Nem kell az Asperger-szindrómásnak lenni, hogy valakinek alvászavara legyen. Jó, akkor mi van azzal a helyzettel, hogy gyakran nem tudják a saját érzelmeiket meghatározni és leírni, de azt is írják róla, hogy nem lehet tudni, hogy ezeket az Asperger-szindróma okozza el. Persze, mi erről a véleménye? Mert ezeket is a konfliktus aktív szakasz okozza ez a véleménye. Akkor még egy összehasonlítás, bár nagyon nem szeretem ezeket. Például a többi jól funkcionáló autista szüleihez képest az Asperger-szindrómás gyerekek szülei több stresszt kénytelenek elviselni. Szegényeknek. Van 6 konfliktusuk, minimum. Ez 3 konstelláció, plusz van még egy motorikus konstelláció is. Mit akarunk szerencsétlenektől? Mit lehetne akkor tenni azért, hogy ez mind-mind rendbe jöjjön? Kérem szépen! Nagyon érdekes az, hogy a II. Világháború alatt a Bécsi klinikán dolgozó Hans Asperger hogyan fedezte fel, és milyen kritériumok alapján írta le ezt a tünetegyüttest. A diagnózist megnehezíti, hogy nincs általánosan elfogadott diagnosztikai kritériumrendszere. Ezt vettük észre, igen. Nehéz az is, hogy pontos okai és előfordulási gyakorisága nem ismert, elsősorban a diagnosztizálási rendszerek változatossága miatt. És akkor miről beszélünk? Mi alapján lesz valaki idézőjelben beteg? Ugye Albert Einstein is aszpergeres volt, és csak a relativitás elméletet adta nekünk. Hát ha csak ezt megemlítjük, mert ezért rengeteg mindent... Beszéljünk megoldásról is, mert rengeteg részletet elmondtuk, de mit lehet tenni, mit tegyen egy szülő, akinek aszpergeres gyereke van. Én azt tudom ajánlani, hogy először is nézze meg a Meisterdenten Méhen a Gyakorlatban című előadást. És rá fog jönni arra, hogy mire képes ez a csodálatos, archaikus varázsdallam, amiről május 18-án ugye a fókuszban az egészség című egésznapos rendezvényen egy külön előadást szenteltem ennek a csodálatos archaikus dallamnak. Konfliktus aktív szakaszban minden kortikális konfliktust letranszformál, és itt ugye kortikális konfliktusokról beszéltünk, olyan konfliktus tömegről, amit képes
a dallam hallgatásával a konfliktus aktív szakaszban letranszformálni. Ennek az lesz a következménye, hogy a megoldás az már gyakorlatilag szinte tünetmentesen fog lezajlódni. Látjuk, mennyire eltörpítve ábrázolta Hammer doktor itt az epileptoid krízist és az egész konfliktus megoldása utáni szakaszt. A mezodermális konstellációknál, és itt most utalok akkor a kisagyi konstellációra, ott viszont, ha konfliktus aktív szakaszban van, akkor ott a satúféket tesz, tehát teljesen leállítja a konfliktusnak a további haladását, figyeljünk oda az optikai sinekre, és pont ezért kell tisztázni a konfliktusokat magát, mert ha optikai sinem van a gyerek, akkor hát nem lesz 100%-os a sikerünk csupán csak a más tudatemléken hallgatásával. Tehát a dallam helyettünk nem oldja fel a konfliktust, de a folyamatos 24 órán keresztüli hallgatásával, teljesen csendben, háttérben, hogy csak akkor hallom, ha odafigyelek, ha ez az eredeti dallam megy, és nem valami ingyen letöltött YouTube-os vacak, ami inkább megbetegít, mint gyógyít, tehát hogyha az eredeti dallamot valaki kéri, azt én elküldöm neki, egyetlen levelébe kerül, és megkapja ezt, Hammer doktor rendelte így el, és én neki engedelmeskedek. Tehát, ha valaki ezt a dallamot a megoldási szakaszban használja, tehát teszem azt, ugye, hogy recidivákról is beszéltünk, akkor átvezeti a megoldási szakaszt az epileptoid krízisen át, és kivezeti a programot az egészből. Itt is felhívnám a figyelmet az optikai sinekre. Vannak híres autisták, akik nélkül sivárabb lenne az életünk, és rengeteg kutatóról, művészről, tudósról, zenészről van szó az interneten, és ezek jellemzően az iskolában mindig kilógtak a sorból, de az életben sikeresek voltak. Lám Albert Einsteinról mit olvasunk? 9 éves korában még nem tudott folyékonyan beszélni, így szülei arra gyanakodtak, hogy gyermekük mentálisan nem épp. Saját bevallása szerint teljesen hiányzott belőle a vágy a másokkal való közvetlen kapcsolatteremtésre. Stimmel. Ezen kívül az Aspergeresek jellemző tulajdonsága, hogy különösen érzékenyek bizonyos ruhadarabokra. Einstein zokni nélkül jelent meg a Nobel-díj átadón is. Borzasztó. Borzasztó. Charles Darwin. Tessék. Egész életében kerülte a társaságot, és naponta tett hosszú, magányos sétákat mindig ugyanazon az útvonalon. Így van, mert ott az út biztonságos. Michelangelo. Tessék. A külvilág iránt nem mutatott érdeklődést, nehezen teremtett kapcsolatokat, általában érzelemmentesen viselkedett. Ezek csak gondolatmorzsák ezekről a tudósokról, és hát utána lehet olvasni. Isaac Newton. Angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista, aki koraszülött volt. Gyerekkorában az érzelmi biztonságot sem kapta meg az édesanyjától. Keveset beszélt, így el tudott merülni a munkájában, olyannyira, hogy ennél is elfelejtett. Tessék. Alfred Hitchcock, a nagy filmrendező, őt is ezzel az állapottal diagnosztizálták, ami megmagyarázná a határok figyelmen kívül hagyását, azok a folyamatos feszegetését, az excentrikus viselkedését a munkába és azon kívül is. Különleges ember volt. Steve Jobs, az Apple alapítójának önéletrajzából számos momentum mutat arra, hogy ő is autista, Asperger szindrómás volt. Igen. Vagy Satoshi Tajiri, japán videójáték tervező, aki a Pokémon megalkotója is, autisztikus spektrumzavarokkal küzdött, a játék sikerét egy gyermekkori szenvedélyének, a mániákos rovatgyűjtésnek köszönheti. Na, hát vannak még példák, de nem akarom a sort tovább folytatni, mert láthatjuk, hogy itt gyakorlatilag csak konstellált állapotok sorakozójáról van szó. Szeretnék még egy kiegészítést tenni, ugye én zömében Asperger-szindrómás gyerekekről gyűjtöttem információt, és az eddig általam akadémikus forrásokból kimazsolázott
részekben nagyon sokszor a gyermek szó elhangzott, de hát van egy rossz hírem, hogy a felnőtteknek nincsen felmentés az Asperger szindróma alól. Na tessék. Vagyis hát egyre több felnőttet diagnosztizálnak még Asperger szindrómával, és nagyon érdekes az, hogy egyre többen ébredünk arra rá felnőttként, hogy az életünkben sok nehéz pillanata volt már eddig. Azt gondolom, hogy most mindenki ránt egyet a vállán, hogy na és hát mindenkit meggyötört az élet, viszont ezt el lehet úgy is nevezni, mint egy nem diagnosztizált Asperger szindrómának, ugye tudjuk, hogy egészséges ember nincs csak hiányosan kivizsgált. Tessenek bemenni pszichiáterhez és megállapítja. Kérdés az számomra, hogy hol van az a határ? Mennyi furcsaság kell ahhoz, hogy valakit betegség címkével lássanak el? Hogy ez az ember egyszerűen csak furcsa? Vagy épp konfliktus aktív szakaszban visszahúzódó, amúgy lefelé forduló típus. Mennyi furcsaság kell ahhoz, hogy valakit betegnek nevezzük? Furcsa? Beteges? Mi a helyzet? Mindannyiunknak megvannak a magunk, hát a szabad úgy fogalmaznom, kicsit bogarai. Azt, hogy ahogy szoktuk, igen, ahogy biztonságos, ahogy láttuk, ahogy anyám csinálta, ahogy nálunk a családban szokás volt. Kérdés az, hogy ezt miként értékeljük, és milyen messzkimenő következtetéseket vonunk le ebből. Még ha sikerül is ezt a olipszerűen több csápon, több lábon álló jelenséget egyetlen egy skatujába berakni, azon túl, hogy eddig úgy érezte, hogy ő furcsa vagy különc, most már azt tudja magáról, hogy ő egy beteg, vagy vannak érdekes helyzetek, ahol képességprofilként mutatják az Aspergert, és nem betegségként, mert ilyet is találtam, de annak ellenére azért különböző egyéb szerek alkalmazását javasolják. Hát ez a lényeg. Szóval mit segít egy újabb címke, egy újabb stigma, egy újabb doboz a problémák valós feltárásában? Hát remélem, hogy a mai este is kiderült, hogy a germán gyógytudomány alapot ad a megértéshez, a felismeréshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz is. Mert rámutat arra, hogy nem azoktól a tényezőktől függnek a betegségek, amiről beszél az akadémikus orvoslás, hanem a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, hogy az konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban van, illetve, hogy van vagy nincs konstellált állapot ugye, az életünkben. Viszont ha felismerjük az okokat, a tüneteket, akkor elkezdhetünk a valós megoldás irányába a gyógyulás érdekében is tenni valamit. Érzelmi megoldásról beszélek természetesen. Mert ha érzelmileg megrázó konfliktusokat érzelmileg oldjuk meg, és ugye visszafele menet, mert a konfliktusokat csak visszafele sorrendben szabad megoldani, a hormonális változás lesz az, ami megváltoztatja a konfliktusok megoldásának a sorrendjét. Nos, ha ezekkel a dolgokkal tisztában vagyunk, akkor rájövünk, hogy egy tudományról beszélünk, ami reprodukálható, összehasonlítható és előre jelezhető. Semmi statisztikáról és állatkísérletről nem beszéltem a germán gyógytudományban soha, viszont beszélünk az embriológiáról és az öt biológiai természettörvényről. Ez a legjobb megelőzés, érzelmileg megoldani azt a DHS, minden nap, és akkor nem fogunk megbetegedni, és nem fogunk szenvedni tovább tudományosan. A célja ennek az előadásnak az volt, hogy felhívjuk a figyelmet, a kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy a konfliktusainkkal igenis foglalkoznunk kell, hogy mekkora kincs van a kezünkben, mint hameri zene, hogy milyen fontos az, hogy a konfliktusainkat időben felismerjük, észleljük és megoldjuk, és azt gondolom, hogy ebben a témában kapcsolatos kérdésekre már zömében az előadás választ adott.
Ha bárkinek ebben a kérdésben van, ebben a témakörben van kérdése, azt szeretettel várjuk.